Hogy készültök az előadásra? Milyen a hangulat itt ilyenkor? Igen, ez most már azt hiszem a 150. előadásunk az Arany Bóca Porondon című műsorunknak idén, tehát márciustól kezdtük a turnénkat. Ugye itt Balaton Lellén most hétfő van, a vasárnap az egyetlen szünnap, ilyenkor egy picit kielvezzük, és akkor ilyenkor újult energiával készülünk az előadásra. Milyen előadásra számíthat a közönség? Mit láthat itt? Hát ahogy említettem, ugye Arany Bóca Porondon, ugye idén Monte Carlo-ban sikerült elnyernünk a Cirkusz Művészek Oscar-díját, és hát a díjnyertes produkciókat láthatja a közönség, tehát a világ legnagyobb egzotikus állatprodukcióját, a lovas akrobata számot a magyar zászlóval a lóháton, illetve sok külföldi sztár fellépőt, akik most láthatok először itt Magyarországon, például a Gerling csoport, akik egy hetes piramissal sétálnak végig a drótkötélen, vagy dupla halálkerék, 8 darab oroszlán lesz látható egyszerre a porondon, élő zenekarral kísérjük a műsorunkat. Úgyhogy valóban Magyarország legszínvonalasabb műsorát láthatja a közönség itt Balaton-Lellén már több mint 20 éve. Ugye sokszor jönnek ilyen hangok, hogy szegény állatok, akiket itt tartottak a cirkuszban, hogy nekik milyen sorsuk van. Tudnál róluk is mondani néhány mondatot? Persze, tehát most is itt vagyunk a kulisszák mögött, és nálunk ez egy nyitott cirkusz, tehát mindenkit beviszünk és megmutatjuk, hogy valóban milyen jó körülmények között tartjuk az állatokat. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy bebizonyítsuk, hogy az állatokat valóban lehet jól is tartani a cirkuszban, és ezért is folyamatosan fényképeket, videókat készítünk az állatokról, nem csak a porondon, hanem a mindennapjaikról is. Milyen állatokat lehet itt látni? 5 darab afrikai elefántot, zsiráfokat, oroszlánokat, zebrákat, tuposdevéket, vannak háziállatok is, malacok, kecskék, szamarak, úgyhogy rengeteg állattal készültünk. Majdnem több mint 100 idomított állat van. Mennyi ember kell ennek a rengeteg állatnak a gondozásához tulajdonképpen? 70 fő dolgozik a cirkuszban, de hát itt mindenkivel együtt, tehát az artistákkal, az állatápolókkal, a sofőrökkel, zenészekkel, tehát rengeteg stábban, és hát azon vagyunk, hogy az állatoknak mindent meg tudjunk adni, amire szükségük van, hogy állatkerti körülményeket tudjuk nekik biztosítani. Hogy telik egyébként a cirkusz egy napja? Mikor kellnek az emberek? Felkészüléssel, tehát már most készülünk a jövő évi műsorunkra, amit ugye minden nap gyakorlunk, készülünk a turnéra, ugye augusztus 25-ig itt Balaton-Lellén, utána pedig a Dunántúlon folytatódik a turné. Körülbelül 1 km cirkuszszerelvényt kell megmozgatni, 1500 férőhelyes cirkussátra, tehát rengeteg munka van. Ugye arra voltam kíváncsi, hogy telik egy nap, tehát hogy mikor kelnek mondjuk az emberek, és akkor mi történik? Általában 8-kor kezdődik a nap itt a cirkuszban. Az állatokat már korábban a gondozók elkezdik gondozni, trágyázni, tisztítani. 8-kor kezdődnek a próbák, a gyakorlások, körülbelül délig 1 óráig tart. Utána van egy kis szabadidő, 3-4 óráig, utána kezdődik a felkészülés az előadásra, ahol ugye az állatokat fürösszük, megtisztítjuk, hogy tiszták legyenek az előadásra. Este 8 órakor pedig ugye mindig az előadás.